Szép estét kívánok mindenkinek, és először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt az Irány a PT, a Tánc és Egészség podcastben mi beszélgethetünk. Annak is örülök, hogy egymással, de annak is, hogy remélhetőleg leendő hallgatókkal. Ugye a Tánc és Egészség nem véletlenül kaptuk mi ezt a témát. Mind a hárman a PT Egészségtudományi Kar keretein belül dolgozunk, tanulunk, kutatunk, így is több szálon kapcsolódunk egymáshoz, ezt mindjárt el fogjuk mondani. Engem Prémusz Viktóriának hívnak, és szeretném megkérni a két beszélgető társamat, hogy ők is mutatkozzanak be. Szeretettel üdvözlök én is mindenkit, én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hogy ebben a programban részt vehetek. Engem Kovácsné dr. Bobály Viktóriának hívnak. És végül, de nem utolsó sorban én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én pedig Kajos Luta Fanni vagyok, és szintén a kari kötődés az nálam is megjelenik, de ezt majd úgyis bővebben ki fogjuk fejteni, még szerintem a következő, hát mondjuk úgy, hogy majdnem egy órában. Azt gondoltuk, hogy először mesélnénk egy kicsit a táncos kötődésünkről. Szerintem én kerültem legtávolabb sajnos így a napi gyakorlatomban a tánctól, de hát 5 éves korom óta táncolok. Először Dunajvárosban jártam egy táncművészeti általános iskolába, és itt hát a klasszikus repertoár gyerekeknek, ugye a klasszikus balettet tanultam, 2 Oroszországban diplomázott mestertől, meg néptáncot, és amikor nagyobbak voltunk, ugye akkor abban az időben még jazzbalettet tanultunk, most már egy picit viccesnek tűnik, de akkor még ez nagyon modernnek számított, és akkor az egyetem alatt folytattam utána tovább a táncot, Pécsre jöttem egyetemre, és akkor itt Kovács Rékánál és Hergen Röder Jácintnál kezdtem újra a táncot, és itt már azért modern jazz tréninget, modern tréninget gyakoroltunk, ez elsősorban ez az edzésről szólt, kevésbé a fellépésekről, és akkor utána a Fonti Five Tánc együttesben folytattam, és mi innen is ismerjük egymást viccával. És itt, hát itt többféle modern irányzattal foglalkoztunk Fontányi Grétának a vezetése alatt, és itt, hogyha vicca megmutatná akkor az első képeket, megkérem rá. A csapatról? Nem, rögtön az elején a kiskorit. Igen. Hát itt a harmadik a sorban, aki szépen belenéz a második poldobrába, az vagyok én, a gyönyörű hajpántal a fejemen, illetve bal oldalon a lila csillogós cicanadrágban, ugye ikonikus módon. Hát ez még ez a egyébként, kérdés. Csak bocsánat, hogy szabadba vágok, de amikor mutattad a képeket, akkor jól tippeltelek meg, mert próbáltalak megkeresni, hogy melyik lehet teljes mértékben a piros hajpántos hölgyeményre gondoltam, hogy nagy valószínűséggel ő vagy te, úgyhogy eltaláltam. Igen. És akkor utána, hogyha megmutatod, igen, ezeknek pedig már az egyetemi éveink alatt, szerintem az egyik talán legnagyobb sikerünk, az Európa bajnok 4-ek lettünk, igaz, csapatban? Igen. Igen, azt hiszem showtánc volt az egyik kategória, a másik meg talán modern tánc, ugye két kategória. Igen. Hát én a tánccal kapcsolatban ennyit szerettem volna magamról. Ja, és még egy dolgot, de erről majd később mutatunk. Most kevésbé tánccal foglalkozom. Itt főleg a COVID ideje alatt egy kicsit átterelődött a hangsúly ugye olyan mozgásformákra, amiket nem teremben lehet űzni, úgyhogy az új szenvedélyem az a SUP yoga. Erről majd lehet, hogy tudunk is későbbiekben egy pár képet mutatni, de most átadom. Nem. Ha gyorsan oda tudunk menni, akkor igen, hogyha nem, akkor a következő kép. Jó, nagyon szuper. És akkor itt pedig az lehet az érdekesség, hogy a baloldali képen alul az most készült december 29-én, tehát még ilyen időjárásban is lehet azért ezt tűzni. Jó, és akkor itt át is adnám a szót a Vitának, hogy ő is mondja el a táncos előzményeit.
Köszönöm szépen. Az az igazság, hogy engem a tánc viszonylag későn fertőzött meg, mert én 13 voltam, amikor először az iskolában lehetőség nyílott arra, hogy én is csatlakozzak a jazzbalett csoporthoz, és először én is Komlón, én komlói származású vagyok eredendően, és ott nyílt erre lehetőség Ágotai Zoltán vezetésével a Marionett Mozgás Színház keretein belül. Akkor még karöltve tanultunk színészettel együtt művészi mozgást, és ez is inkább először a művészi tornáról, meg a jazzbalettről szólt. Aztán, amikor egyetemre kerültem, Pécsre jelentkeztem, rekreációszakon végeztem BSC-MSC szakot is, és itt párhuzamosan egy országos verseny kapcsán találkoztunk Fontányi Grétivel, és ő hozzá kerültünk szintén a Fontify, illetve kerültem szintén a Fontify táncegyütteshez, és mellette párhuzamosan a Hergeröder játszintéknál találkoztam én is először a modern tánc technikával, illetve a Pécsi Nemzeti Színházban csak cicanéniként ismert Domján Máriához jártam klasszikus balettra még, illetve Komlón egy alapfokú művészeti oktatásba Fontányi Grétától tanultam már akkor így ténylegesen magát a modern tánc technikát, és gyakorlatilag ez azt gondolom, hogy aki egyszer életében a tánccal megfertőződik, ha szabad ebben a vészjósló időben ezzel a kifejezéssel éljek, akkor az azt gondolom, hogy az egész életét végigkíséri, és ez egy olyan dolog, ami beleivódik az ember mindennapjaiba. És egy picit kijavítanálak, Viki, mert hogy igenis napi vonatkozásban vagy a tánccal, csak a kislányaid révén, akiket nagyon nagy megtiszteltetés a tanítványaimnak nevezni, úgyhogy ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy mi már csak fiatalodunk, de hogy én azt gondolom, hogy ez tényleg az ember mindennapjait teljes mértékben végigkíséri, és a rekreációs szak elvégzése alatt is alapvetően ez volt a fő csapás irány, ami aztán a doktori képzés elvégzésében is végigkísért, mert hogy ez a téma volt az, ami a vezérfonalam volt a doktori disszertáció elkészítése során, de erről akkor majd egy picit később beszélnék bővebben. Az én életemben, ahogy így visszacsatolván arra, hogy Viki lányait van szerencsém tanítani, megadatott az a csoda, hogy a tudásomat tovább tudom adni, és jelenleg a Szigeti Oktávia Táncművészetért Alapítvány Pécsi Modern Tánc csoportjának a vezetőjeként foglalatoskodom az egyetemi munkálatok mellett, ahol általános iskolás korosztályú gyerekekkel kell van szerencsém foglalkozni. Úgyhogy, és ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép momentuma egy táncos pályának, amikor eljut az ember odáig, hogy elköszön a színpadtól részlegesen, mert hogy a gyerekeiben vissza tudja látni magát, amikor ők lépnek színpadra, és én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű része tud lenni a táncos életnek, szakmának. De átadom a szót most Lucának a tánc vonatkozásában. Hát köszönöm szépen, nehéz ezek után megszólalni, meg azt olyan kicsit szomorú volt hallani, hogy elköszönni a színpadon, egyelőre bele sem merek én se gondolni, vagy nem is tudok belegondolni, hogy milyen lesz, ha majd egyszer azt mondom, hogy na most itt akkor egyszer vége van, és akkor átértékelődik, hogy akkor mit és hogyan tovább. Hát nálam a tánc az nem nyúlik ennyire mélyre vissza. Óvodában néptáncoltam, de igazából azt nem vittem már tovább, és már régen, igazából tényleg gyerekkoromban, amikor láttam ilyen fellépéseken gyönyörű ruhában, gyönyörű szép lányok, helyes férfiak, és nagyon szépen táncoltak együtt, már akkor tudtam, hogy úristen, hát én ezt mindenképpen ki akarom majd próbálni, sőt, nagyon szeretném ezt tűzni, csak akkor még nem volt rá lehetőség. És ahogy idejöttem Pécse gimnáziumban, nem mondom, hogy az első dolgom volt egy helyet keresni, ahol táncoltok, de szerencsére egész hamar jött az alkalom, és így körülbelül ilyen 10-11 éve foglalkozom társastánccal versenyszerűen. Hát igazából azóta szépen lassan haladunk fölfelé, mint ahogy az ember elkezdi
tánciskolás kezdetekkel, utána megyünk tovább már egyesületi szinten. Így én elkezdtem a Kaproncai Tánciskolába, és akkor most jelenleg a SZIGO Kulturális Táncsport Egyesületnél versenyzem. És hál' Isten, igen, jelen időkben is kitart még ez a lelkesedés, meg motiváltság, és tényleg nem tudom azt elképzelni, hogy mikor tud ennek így egyszerre ilyen formában aktív versenyzési szinten vége lenni. De hát egyelőre még nem gondolkodunk ilyenekben, úgyhogy hát azóta nagyon sok élményünk volt, tapasztalatunk, rengeteg verseny, rengeteg öröm, akár kudarc és csalódás, minden benne van. Úgyhogy ami esetleg egy pici kitekintés volt így az aktív versenyzés mellett, az, hogy gyógytornász alapképzésem során a szakdolgozatomat azt táncos témából tudtam folytatni, úgyhogy az nagyon nagy élmény volt nekem, bár erről is majd biztos a későbbiekben még tudok majd beszélni röviden. Úgyhogy hát azóta a mesterképzésem az egészségügyi menedzserként történt, majd most így vagyok ezek után első éves PhD hallgató. A témám bár most nem ezzel foglalatoskodik, szerencsére az aktív versenyzés és sportolás az továbbra is megmaradt, úgyhogy ennek nagyon örülök. Én részemről ennyit szerettem volna. Én szeretném, hogyha visszatérnénk kicsit itt az egészségtudományi karhoz, mert azt gondolom, hogy mivel ez a rendezvény elsősorban azért a felvételi érdeklődőknek szól, és szerintem a rekreáció szak és a táncnak a kapcsolatáról Vica tudna a legjobban, legtöbbet mondani nekünk, ugyanis ott oktat, hogy egy hallgató szempontjából mi az, ami érdekes lehet. Én azt gondolom, hogy a rekreáció szakkal kapcsolatban mindig ilyen kétes véleményeket hallok így hallgatóktól a tekintetben, hogy vannak hallgatók, akik nagyon szuper módon megtalálják magukat ebben a képzésben, és vannak hallgatók, akik nem igazán tudják elhelyezni magukat ebben a fogalomkörben, hogy rekreáció. És én azt gondolom, hogy mégiscsak kampányolnék én azért emellett a szak mellett, mert hogy én nekem a rekreáció szak mutatta meg azt, hogy a táncot nem csak művészi oldalról lehet vizsgálni, hanem az egészség és egyéb ehhez kapcsolódó fogalmak oldaláról is, és én mindenképpen azt mondanám, hogy borzasztóan sokrétű a képzés, amit ha valaki okosan gondolkodik, és okosan próbálja beépíteni a saját kis életébe és világába, akkor ez egy borzasztóan gazdag és nagyon sok tudást adó szak. Én nekem nagyon sokat segített, én az egész tanulmányomat gyakorlatilag a tánc vonatkozásába építettem föl, és igyekeztem minden tudást, amit a rekreáció szak nekem adott, a köré építeni, hogy a táncvilágában hogyan tudom, illetve a táncvilágát hogyan tudom elhelyezni igazából az egészség, illetve az egészséges életmód tekintetébe, és hogy maga a művészet, illetve a tánc az hogyan tud, mint rekreációs mozgás is akár megvalósulni. És ezért én mindig azt szoktam mondani, amikor a hallgatók bizalommal fordulnak ezzel a kérdéssel felém, hogy tudni kell azt, hogy mit szeretnénk, és amikor az ember el tudja helyezni magát ebben a fogalomkörben, és meg tudja találni magát ebben a képzésben, akkor ez egy borzasztó nagy szárnyat tud adni, ha az ember tényleg elhivatott, és megtalálja azt a pici mozgató rugót, ami aztán szárnyakat tud adni a képzéssel kapcsolatban. És én azt gondolom, hogy maga a tánc is tud teljes mértékben rekreációs célzattal bírni, hiszen ugye az egészséges életmód tekintetében ez a fajta mozgás is teljes mértékben beletartozik, még akkor is, ha nem csak kifejezetten a fizikális oldalát nézzük a dolgoknak, hanem lelki töltete is van, mert hogy nagyon sok olyan emocionális pluszt tud adni maga a táncművészet, legyen az most bármely faja, akár a modern tánc részünkről, akár a társas tánc Fanni részéről, Luca részéről,
Jó volt a fan is. Bocsánat. Mindkettő volt. Tehát én azt gondolom, hogy a rekreációban igenis van helye a táncnak, és én azt gondolom, hogy borzasztó jól ki tudja egészíteni egymást ez a két dolog. Igen, jó, bocsánat. Én csak annyit szerettem volna még így pluszba igazából a kiegészítésként, mert igazából mindennel egyetértettem, amit mondtál, úgyhogy ezt nem is hangsúlyoznám, és nem is ismételném el újra. Gyógytornás szemszögből annyit tudnék még esetleg hozzátenni, hogy én nekem is nagyon tetszett, hogy ezt a kettő dolgot össze lehet hozni, hogy nagyon sok közös pontja van a táncnak, sportnak is, mint művészetnek is a gyógytornával, hisz tényleg a gyógytorna lényege is az, hogy javítsuk az embereknek az állapotát, és a fizikai és a mentális állapotát egyaránt. Így például, amit még hozzá tudnék mondani, az az, hogy egy rehabilitációra is, ha gondolunk, ott is nagyon, szerintem már hazánkban is azért elég sok esetben alkalmazható, meg már próbálják is alkalmazni, de külföldön is ott meg már pláne igazából nagyon elterjedt szerencsére az, hogy tánccal próbálnak gyógyítani vagy rehabilitálni, úgyhogy ez nagyon sok különböző területen megjelenik, akár ha neurológiára gondolunk, akár ha az idősek körére, vagy hogyha csak simán állóképességet akarunk fejleszteni, vagy kardiológián sorolhatnám igazából napestig, hogy mennyi mindenre jó tud lenni, úgyhogy igazából én ezt úgy gondolom, hogy a gyógytornával tökéletesen gyönyörűen össze lehet rakni. És nem csak rehabilitációs, hanem prevenciós jelleggel is, én azt gondolom. Tehát, hogy a megelőzés, mint olyan, a tánccal történő megelőzésnek is azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe tud lenni. Abszolút. Én szerintem nagyon jól összefoglaltátok ezt a lehetőséget. Én annyit emelnék ki ebbe, hogy ezzel próbáljuk azért aktívan megfertőzni a hallgatóinkat is. A rekreációszakon ugye ilyen órát is tartunk nekik, most vita tartja ezt a zenés-táncos mozgásformák című órát, illetve wellness fitness órát is tartunk nekik, és akkor itt konkrét mozgásformákkal is megismerkedhetnek. Szoktunk ugye nekik oktatni body artot, pilateszt, jogát, modern táncot, szalszát, társas táncot, éppen mikor, hogy mondjam, mire van igény, de azért több mindennel szeretjük őket megismertetni, és hogy ezt hogyan tudják felhasználni az általános, tehát a társadalom általános rétegében, illetve speciális populációba időseknél esetleg, vagy különböző betegséggel küzdők esetében. A gyógytornász szakon pedig kiemelném azt, hogy van egy remek oktatónk, Járomi Melinda, docensasszony, aki pedig a tánc, mint sportterápia jelentőségével foglalkozik. Ugye a táncot két oldalról lehet megfogni. Egyrészt, mint pszichoterápia, ezek elsősorban ugye az ilyen önkifejezésre épülő technikák, amikor a lelkünk által gyógyítjuk saját magunkat, vagy azt, akinek problémája van, és a tánc, mint sportterápia azonban elsősorban a táncnak magának a mozgáskészletére épít, és ezáltal próbál segítséget nyújtani különböző területeken. Illetve még annyit szeretnék elmondani, hogy a táncnak a jelentőségét most azáltal is tapasztaltuk, hogy van egy fizikai aktivitás kutató csoportunk a Karon, ebben Vicca is tevékenyen részt vesz, és én is, majd a kutatás oldalról is beszélünk, most csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy volt szerencsénk a COVID első és második hulláma alatt két keresztmetszeti reprezentatív vizsgálatot lefolytatni, és mind a két esetben, illetve elsősorban az első hullámban, amikor a kijárási korlátozás sújtott úgymond bennünket, akkor nagyon nagy mértékben megnövekedett a tánc és zenés mozgásformáknak a preferálása. Ugye maradt első helyen a futás-kocogás, második helyen a, hát mi súlyzós edzésnek neveztük el, de gyakorlatilag ez a ilyen konditermi jellegű, vagy inkább ilyen erősítő edzések, viszont a harmadik az a tánc és zenés mozgásformák lettek, aminek nagyon nagy mértékben nőtt a preferenciája, illetve az online edzések által ez egy olyan mozgásforma volt, amit így is kivitelezni tudtak. Ezek a legújabb eredményeink, de a kutatásról majd szerintem a későbbiekbe beszélünk talán.
most az egyetemre kanyarodnék kicsit vissza a hallgatók szempontjából, még az itteni táncos lehetőségeket szeretném azért felvillantani az érdeklődőknek. Én bocsánat, csak annyit tennék még hozzá így a képzés kapcsán, hogy ami így a gondolatfuttatás során így eszembe jutott, hogy azért is örülök én is annak, hogy a rekreáció és tényleg végül is a gyógytornász szakma is alapvető szerepet játszik, vagy bennük alapvető szerepet játszik maga a tánc, mert hogy nagyon sokan, hogyha meghallják azt, hogy most akár milyen táncműfajról beszélek, hogy táncművészet, akkor picit nekem az a tapasztalat még a hallgatók körében is, hogy így megijednek, és hogy rögtön arra gondolnak, hogy bocsánat a ponyvaregényes megfogalmazás miatt, de hogy rózsaszín harisnyába és tütőbe kell majd ugrálni órán, és hogy ez abszolút nem erről szól, és hogy pontosan azért szeretem, és jó ez a fajta képzés, mert hogy egy picit közelebb hozza magát a táncművészetet, és egy kicsit arról az oldaláról mutatkozik meg ez a fajta mozgásforma, ami igenis, hogy a hétköznapi ember számára is egy teljesen emészthető, és egy abszolút felszabadító, és nagyon sok hasznos dologgal járó tényező tud lenni, hogy alapvetően tényleg nem, kicsit kiléptetjük talán abból a bugyorból magát a táncművészetet, ami az emberek többségének első hallatra természetes módon arra asszociálódik a gondolat, hogy ez teljesen a színpad távoli világában működő dolog csak, és hogy én azt gondolom, hogy nekünk azért sikerül ezt egy kicsit közelebb hozni, és ennek a másik oldalát is megmutatni, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert hogy ezzel tényleg kicsit úttörőként tudunk a frontvonalba vonulni a témával kapcsolatban. Igen, visszatérnék akkor egy picit erre én is, mert most eszembe jutott valami arról, amiket mondtál. Ugye van még egy szakunk, ez az ápolás és betegellátás, és itt kicsit messziről fogom a történetet kezdeni, de van egy remek, hát kutatótársunk, mondhatom azt, hogy barátunk is. Ugye az egészségtudományi karon egy egészségtudományi doktori iskola is működik. Itt egyébként van külön egy sporttudományi program, most már nagyon sok ilyen táncos téma ide integrálódott, de anno, amikor a dr. Szalai Márta elkezdte nálunk a PhD tanulmányait, akkor még nem volt ilyen program, viszont az egészségtudomány határterületeivel sok témavezető és kutatónk foglalkozott. Azért említem őt, mert ő ugye ápoló, az Országos Onkológiai Intézet fejnyaksebészeti osztályának a vezetője, és nálunk elsőként védett PhD disszertációt táncos témából. Viszont nem, ahogy Vicca is mondta, itt nem arra kell gondolni, hogy csak táncművészek, fiatal, gyönyörű nők és férfiak ugye színpadon, akik csillognak, nem csak erről szól a tánc, hanem ennél egy sokkal mélyebb tartalma is van, és Márta egy onkológiai rehabilitációs csoportot vezetett, ahol orientális tánc, tehát hastánc technikával foglalkoztak, és többféle kérdőíves és mély interjús módszerrel is vizsgálta azt, hogy az ő rehabilitációs csoportjában lévő rákbetegek hogyan reagálnak magának a kezelésnek a hatásaira. Ugye sokaknak csak operáció által lehetett megszüntetni a betegségét, illetve a kezelésnek a mellékhatásaira, és itt az életminőséget, a társas támogatást és az élettel való elégedettséget ismérte, és kontrollcsoportként az Onkológia Intézet normál beteganyagát használta, és nagyon meglepő volt, amit talált, ugyanis ezek a hölgyek, mind az életminőség, mind az élettel való elégedettség tekintetében már a vizsgálat kezdetekor magasabb átlagértékeket mutattak, mint a kontrollcsoport, és ez az érték a követés során még nőtt. Tehát ez számomra olyan meglepő volt, nyilván aki túlélt egy ilyen traumát, eleve már átértékeli az életét, de nem csak emiatt kapta ezeket az eredményeket, mert a mély interjúknak az elemzéséből kiderült, hogy ez a csoport egy társas támogató csoportként működött,
és egymás példaképként való kezelése nagyon sokat segített az ő rehabilitációjukban, a lelki egészségüknek a megőrzésében vagy javításában. Tehát ezt csak emiatt említettem, hogy megmutassam a táncnak, illetve a tánccal való tudományos foglalkozásnak a mélységeit is, de lehet, hogy most visszatérhetnénk valami könnyedebb témához. Ott hagytad abba, Viki, szerintem, vagy nem, ne haragudj, hogy az egyetemi lehetőségeket akartad még ismertetni, ami szerintem szintén nagyon hasznos lehet, meg érdekes, hogy tényleg itt az egyetemen belül is mennyi különböző táncos lehetőség adódik. Itt lehet, hogy akkor kérnék még egy kis képes segítséget, mert nagyon szeretem ezt a szápos dolgot. Igen, itt egy picit álljunk meg. Tehát itt ez egyébként a szociológus diplomámnak ahhoz kapcsolódó képek, csak azt szerettem volna bemutatni, hogy a kortárs tánc egyébként szándékosan megmutatja azt, hogy mondjuk sérülékeny, vagy kevésbé szépnek gondolt, csoportokkal való foglalkozás, és az ő megmutatásuk a színpadon mekkora társadalmi kritikát gyakorolhat. De itt ezt át is ugorhatjuk, erről többet nem szeretnék mutatni, csak hogy igen. Később beszélünk majd róluk is, ők a svéd kapcsolataink. Igen, és ez pedig Márta csoportja volt, ez a 100-szor szép hastánc csoport, amiről már beszéltem. Igen. És akkor még ha egy picit, igen, és elértünk oda, amit szerettünk volna megmutatni, hogy az egyetemen, a Pécsi Tudományegyetem, ez az országban egy unikális dolog, hogyha jól tudom. Ugye sok helyen van kötelező testnevelés, de a Pécsi Tudományegyetemen ezt megoldhatják a hallgatók a táncoló egyetem keretében, táncórákon való részvétellel is. Persze nem csak az jöhet ezekre a táncóráknak, akinek kötelező testnevelés elő van írva, hanem egyébként az egyetem összes hallgatója és polgára, tehát a dolgozók is csatlakozhatnak ezekhez a táncórákhoz. Itt látjuk, hogy igen sok tánc stílusban lehet órákat venni ingyenesen, illetve még azt emelném ki, hogy ők a COVID alatt olyan szuper innovatívak voltak, hogy kitaláltak egy digitális táncterem nevű online platformot, ahol különböző tréningek elérhetőek, és otthon egyedül akár elsajátíthatóak lehet rájuk gyakorolni. Illetve, hogyha még egyel tovább megyünk, akkor azt hiszem, hogy igen, az fog következni, és azoknak a számára, akik nem csak mint mozgásformát szeretnék a táncot, vagy nem csak belekóstolni szeretnének egy-egy stílusba, hanem mondjuk vannak már táncos előzményeik, tapasztalataik, őnekik a PTR tánc együttest ajánlanám, hogyha majd ide jönnek, felvételiznek, és nálunk lesznek hallgatók. Ez egy profi tánc együttesként működik, Bánkiné Peri és Beatrix a vezetője, aki egyébként szintén táncostársunk is, kutatótársunk is, tehát több szálon kapcsolódunk hozzá, és ők, hát azt gondolom, hogy kétfelé kell osztanunk az ő működésüket, mert egyrészt ők a PTN-nek a hivatalos cheerleader csapata, és mindenféle ragadtákon szokták ebbe megmérettetni magukat, óriási sikerrel egyébként, illetve hát egy normál tánccsoportként különböző felkéréseknek tesznek eleget, például a Kodály Központban, vagy nagyon komoly helyeken is voltak felkéréseik, nemzetközi utakat is sikerül a tánc kapcsán megvalósítani, például Kínában is jártak már. Tehát azt gondolom, hogy akit érdekel a tánc, és itt lesz hallgató a PTN, az el lesz látva lehetőségekkel, biztosan nem fog unatkozni. Múltkor egyébként egy tévés szereplésük is volt, ahogy láttam, úgyhogy tényleg mindenhol ott vannak. Igen, igen, igen. És bocsánat. Igen? Nem, mondd csak nyugodtan. Hogy szuper nyitottak egyébként, itt pont látható egy kampányuk, hogy... Igen, ezt akartam én is mondani, ezt a maszkos kampányt, amit... Hogy ez is egy nagyon zseniális megmozdulásuk volt, és hogy tényleg ebből a megszorított helyzetből is ki tudták emelni a táncot, és gyönyörű képek keretein belül teljesen extrém helyzetekben készült fotókkal támogatják ezt a helyzetet, hogyha lehet így mondani, és hogy a tánc oldaláról közelítik meg, úgyhogy tényleg borzasztóan sok fórumon jelennek meg, és egészen példaértékű a munkájuk, úgyhogy teljesen kuriózumnak számítanak, én azt gondolom, hogyha lehet ezzel a kifejezéssel élni.
Úgyhogy mindenképpen érdemes részt venni, illetve valamilyen formában megközelíteni őket annak, aki szeretne belekóstolni a munkájukba. Lucát szeretném megkérni, hogy még a hallgatói lehetőségekről, ugye ő, mint hallgató, beszéljen egy kicsit. Számból vetted ki a szót, mert pont ezt akartam, így pont a hallgatókról jutott eszembe, hogy néztem ezeket a képeket, hogy tök sokszor jött a kérdés felém is, vagy akár tényleg táncostársaim felé is, hogy hogyan tudjuk a tanulással, az egyetemi élettel, az egyetemi kötelezettségekkel összeegyeztetni azt, hogy mondjuk akár hobbi szinten, akár versenyszerűen sportolunk. És én úgy látom, hogy összességében ez az én életemben problémát még soha nem okozott, sőt, én nem gondolom azt, hogy valaha bármikor károsultam volna emiatt, sőt, én inkább úgy gondolom, hogy hatalmas előnyökre tettem szert, mert amiket megtanultam az edzések során, az alázat, az, hogy hogyan kell gyorsan a tanulásban, a tényleg tanulásmódszertan is akár, nagyon sok minden készséget úgy erősített és fejlesztett, amit be tudtam emelni a tanulmányok során is, és hú, most nagyon sok mindent akartam hirtelen mondani, de hogy azt látom a táncos társaimnál is, hogy ők is igazából azok a olyan típusú emberek, akik a tanulmányok során is maximalisták, és ott is nagyon arra törekednek mindig, hogy a legjobbat kihozzák magukból, és akkor tényleg az életnek nem csak a táncos területén, hanem a tanulmányok során is, úgyhogy még sosem hallottam panaszt emiatt. Most előfordul, hogy néha egy-egy vizsga, vagy bármi miatt edzéseket ki kell hagyni, de hát ez azt hiszem, hogy ez bármikor más miatt is elő tud fordulni. Nekem egyetlen egy olyan fél éven volt, amikor félre kellett tennem a táncot, és lehet, hogy meg tudtam volna oldani anélkül is egyébként, de akkor pont úgy alakultak az edzéseim meg a tanórák, hogy akkor nem tudtam volna összeegyeztetni a kettőt, bár lehet, hogy lett volna rá utólag megoldás, de akkor ez tűnt így a legészszerűbbnek, de hát fél évig bírtam, úgyhogy utána egyből mentem is vissza. És hát azon kívül, hogy sokat hozzátesz az emberhez, meg hallgatós, meg mint hallgató léthez, azt is azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sok plusszal jár, akárha ez most egy nagyon kis része csak az érzelmi oldal mellett, de akár anyagilag is hozzá tud olyan szempontból tenni, hogy számos ösztöndíj áll a rendelkezésünkre, amit meg lehet rendszeresen pályázni. Ezek általában egy-egy fél évre, szemeszterre szóló ösztöndíjpályázatok. Én tapasztalatból, amiket tudok személy szerint mondani, van a PTS sport és parasport ösztöndíj, illetve van az intézményi szakmai tudományos ösztöndíj, úgyhogy ezeket is sporteredmények alapján, fellépések, versenyek alapján ezeket mind-mind meg lehet pályázni, és szerintem igen jó arányban lehet ezekből egy kis plusz segítséget kapni ahhoz, hogy a sportot esetleg tudjuk olyan szinten folytatni vagy űzni, ahogy mi azt szeretnénk. Nem tudom, hogy nektek ehhez kapcsolódóan volt-e tapasztalatotok, lányok? Nekem volt, én pályáztam erre az intézményi szakmai tudományos ösztöndíjra, és a táncban elért eredményeim alapján el is nyertem, úgyhogy abszolút én is csatlakozom Lucához, mert hogy ebből tényleg ilyen formában is elismerik a táncos munkáját az embernek, és ez azért tényleg egy nagyon jó dolog tud lenni. Nyilván nem az anyagi oldala ennek a legfontosabb, de ha már erre lehetőség van, akkor ezeket a dolgokat is érdemes, és van rá mód kihasználni, és tényleg így ilyen szinten is el lehet ismertetni az embernek a táncos eredményeit, illetve munkásságát, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó és pozitív, hogy a karon erre is van lehetőség ilyen formában. Igen, egy-két táncipő meg ilyesmi jól tud belőle jönni. Ez így van. Úgyhogy biztos, igen, hogy mindig van helye. Így van. Szerintem, hogyha nézzük tovább egy picit a képeket, akkor talán arra is vonatkozóan is találunk majd példákat. Igen, de majd visszatérünk, szerintem álljunk meg itt, visszakanyarodok, csak elmondanám, hogy a későbbiekben majd szeretnénk arról is beszélni, ugye ezek a direkt előnyei a táncos létnek az egyetemen, amiket most elmondtunk, de azért majd ennél indirektebb, átvittebb értelemben is fogunk a táncnak az előnyeiről beszélni. Én egy picit megkérném Vitát, hogy a kutatását mutassa be, a PhD téziseit, amit most már itt láthatunk is a képeken, hogy ez miről szólt a vizsgálata. Igen, mint említettem, a táncnak a vonala az a PhD munkámban is elkísért, és alapvetően
Picit már ilyen, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem, missziónak tekintek a táncra, mint prevenciós mozgásformára, és picit a professzionális oldal fele tekintve született meg az a gondolat, hogy a Magyarországon működő táncegyüttesek, iskolák esetében sokkal kisebb hányadban figyelhetjük meg a prevenciónak a fontosságát, mint a külföldi példákon keresztül, és ezért kezdtem el vizsgálódni a táncosokat érintő sérülések előfordulási gyakoriságának tekintetében. Dr. Jálomi Melinda tanárnő témavezetésével a gerincet, mint a modern táncban az egész technika kulcsát vettük górcső alá, és alapvetően azokra a fajta gerinc deformitásokra, sérülésekre, panaszokra kezdtünk el fókuszálni, ami a táncosok körében előfordul. Nagyon sok szakirodalmat olvastunk a tekintetben, hogy mennyire gyakoriak ezen régiót érintő sérülések előfordulása, és a legtöbb szakirodalomban azt tapasztaltuk, illetve azt írták le, hogy a második leggyakrabban sérülő régió az alsó végtag után az maga a gerinc, illetve a törzs. És ebből kifolyólag kezdtünk el azon dolgozni, hogy felmértük 96 táncos törzs állapotát, egy elég átfogó vizsgálatot végeztünk, kitérve itt a törzs izomerőálló képesség, a lumbális motoros kontroll, a maga a testtartás, a törzsizmoknak ereje, nyújthatósága, tehát nagyon sok paramétert vettünk figyelembe, amik befolyásolják és hatással vannak magára a testtartásra, mert hogy ugye az egész folyamatnak az origója maga a testtartás, mert ha ez a testtartás, ami egy fiziológiás testtartásról beszélünk, ez elkezd eltolódni valamilyen irányba, akkor az nyilvánvalóan ő lesz majd a különböző krónikusan kialakulható sérüléseknek az alapja. Természetesen vannak azok az akut esetek, amik ugyanúgy bekövetkezhetnek váratlan módon, de alapvetően mi azokra a folyamatokra kezdtünk el koncentrálni, ami inkább a lassan kialakuló és megelőzhető formáját jelentik ebben a témában. És alapvetően a gyerek, illetve az utánpótlás korosztályt céloztuk meg, főleg 10 és 14 éves korosztály volt az, akiket vizsgáltunk. Ennek az volt a célja, hogy még a professzionális pályára lépés előtt ki tudjuk szűrni azokat az esetleges kockázati tényezőket, amiken még ilyen korban javítani lehet. És a másik nagy része a kutatásunknak az volt, hogy ezeknek az adatoknak a tükrében egy olyan táncspecifikus mozgásokra épülő gerincprevenciós mozgásprogramot dolgozzunk ki, amely beilleszthető a táncosok tréning anyagába, és ezen gyakorlatok segítségével alapvetően javítható azoknak a paramétereknek a minősége, amik befolyásolólag hatnak, illetve kockázati tényezőként hathatnak ezeknek a gerinc problémáknak a kialakulására. A programot Járomi Melindával együtt dolgoztuk ki, ebből született egy könyv is, ami látható. Ez egy gyakorlati könyv, amiben a gyakorlatok is le vannak szépen fotóval illusztrálva, bontva, illetve a képek mutatják a programot végző kis táncosoknak a munkáját. Alapvetően maga a program 3 hónapra lett kidolgozva, ahol az első 2 hónap egy általános testtartás fejlesztés, illetve lumbális motoros kontroll fejlesztésről szól,
és a harmadik hónapban kezdtük el ezeket a gyakorlatokat olyan táncspecifikus ruhába ölteni, ha szabad így fogalmaznom, ami a modern tánc technika elemeit használja föl, és ezeket ötvözve alakult ki az a táncspecifikus program, ami végül is a 3 hónapos intervenciónak az utolsó felvonását végzi. És ezt el is végezték a táncosok, egyébként modern táncosok, balettosok, illetve társas táncosok és hip-hop táncosok körében végeztük a vizsgálatot, és nagyon örültünk annak, mert a 3 hónapos mozgásprogram elvégzése után ugyanazokkal a tesztekkel mértük vissza a táncosokat, amit a program elvégzése előtt csináltunk, illetve végeztünk el rajtuk, és nagyon örültünk, mert hogy minden paraméterben abszolút javulást tapasztaltunk a program elvégzése után. Úgyhogy hát a továbbiakban abszolút az a cél, hogy minél több helyre el tudjuk juttatni ezt a programot. Nagy örömünkre szolgál egyébként az, hogy ahol mérni sikerült, ott információink szerint porondon maradtak ezek a mozdulatok, és tovább vitték ennek a mozgásformának a gyakorlását. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a prevenció, mint olyan, az nagyon fontos tényező a tánc tekintetében, mert hogy nagyon sokszor találkozunk, és én azt gondolom, hogy ez nem csak a tánc, hanem a sport esetében is így van, hogy nagyon sok esetben már csak az elszenvedett sérüléseken lehet javítani, és ott már nem biztos, hogy 100%-ra tudjuk hozni újból azt a képességet, vagy azt a régiót, ami sérül. Ezért én azt gondolom, hogy a prevenciónak mindenféleképpen legyen, az bármilyen formája a prevenciónak, nagyon fontos szerepe van. És én azt gondolom, hogy ez nem csak egy professzionális táncos esetében, vagy egy élsportoló esetében, hanem a hobbi sportoló, vagy akár nem sportoló emberek esetében is az egészségmegőrzés szempontjából a preventív mozgásformáknak mindenféleképpen nagyon fontos szerepe van. Természetesen tudnék még róla nagyon sokat mesélni, de nem szeretném elvenni hogy a szívecske ez a téma. Igen. Ez is van jól, mindjárt elmesélem én is az én történetemet, ami egy ilyen kicsit életmegváltó fordulatot hozott a számomra, de előtte elmondanám, hogy ugye a doktori kutatásodról beszéltél, de nem csak a PhD szinten van nálunk lehetőség a tánccal foglalkozni, hanem szakdolgozat vagy diplomamunka készítés kapcsán is van több ilyen témavezetőnk. Ugye egy párat már említettünk is, Jeremy Melinda, akkor Vicca, én is vállalok hasonló témákat, illetve a Bankini Paris Beatrix, mint külső konzulens is szóba jöhet, és ugye nem csak a sérülések prevenciója tekintetében, hanem több táncos témát is vizsgálunk. Tehát például most is van futókutatásunk Parkinson betegeknek a tánc rehabilitációjával kapcsolatban, Peri és Beatrix-szel együttműködve. Itt például egy angol programos hallgató próbálja őket felmérni majd meg, hogy mondjam, kíváncsian várjuk, hogy a nyelvi korlátok ebben mennyire akadályozzák majd, de hát reméljük, hogy a tánc ezt is áthidalja. De nem csak ilyen témáink vannak, mert hogy több kollégánk foglalkozik tánccal, és itt az indirekt előnyökre hat kanyarodjak egy picit vissza, és ha visszalépnél a kedves svéd ismerőseinkre, akkor gyorsan elmondanám azt is, hogy például a tánc segítségével volt lehetőségem eljutni most már 2-szer is Svédországba, rövid tanulmányutakra, ugye kutatási céllal, és egy PhD hallgató ismerősünk kapcsán Lászikné dr. Nagy Ágnes, aki maga is a stressz és a tánc kapcsolatát vizsgálja, stresszoldó módszereket, és így ismerkedtünk össze az ő révén Jill Taubé-vel, a pink dressben, a nagyon életvidám hölgy, aki PhD kurzust is tartott nálunk, illetve mi is jártunk kint nála
Stockholmban, ahol egészen a Karolinska Intézetig eljutottunk. Ugye azt nem kell szerintem senkinek elmondanom, hogy a tudomány egyik fellegvára a mi területünkön manapság, illetve Örebróba is sikerült eljutnunk a következő évben, és itt az alsó hölgy, aki középen ül fekete trikkóban, ő Anna Duberg, nála jártunk egy rövid tanulmányúton, ő egy saját mozgásprogramot fejlesztett ki a 10 éves lányok szorongásának a leküzdésébe, és ez olyan nagy sikerrel tette, hogy egy országos rendszerként vezették be, országos ajánlás van rá, és több középiskolában alkalmazzák ezt a stresszoldó módszert. Az én esetemben még volt, még egy indirekt történet volt. Én szociológusként végeztem, és bár a diplomamunkámat még a testtel és a testképpel kapcsolatban írtam meg, illetve a kortárs táncnak a testkép kritikájával kapcsolatban. Utána mégis így egy ilyen klasszikusabb szociológiai témát választottam először doktori témaként, ez pedig az iskolai végzettség és az egészségi állapot kapcsolata volt, és ezen belül nekem a mortalitási mutatókat kellett volna vizsgálnom. Hát számomra halálos téma volt, maradjunk ennyiben, de akkor jött a tánc a képbe, mert ahogy meséltem is már erről az onkológiai rehabilitációs programról, hiába volt ez egy csodálatos kutatás, nem tudták publikálni az eredményeiket, és a professzoraim rám néztek, és azt mondták, hogy maga táncos, segítsen nekik publikálni. És akkor jöttem rá, hogy valójában az, amit szeretek, amit szívvel, lélekkel tudok csinálni, abból tudományt is csinálhatnék, és ezért váltottam a kutatási témámon. És ami az alapvető ötletem volt, eredetileg azt szerettem volna vizsgálni, hogy az in vitro fertilizáció során, az asszisztált reprodukciós kezelésekben, ugye a Lombik Baby programban, táncterápiával segíthetünk-e ezeknek a hölgyeknek, hogy nagyobb sikerrel érjék el a remélt eredményt, ugye a kisbabát. Viszont ez egy annyira szenzitív témának bizonyult etikailag, hogy eddig sajnos első lépésként nem merészkedhettünk, csak addig, hogy a fizikai aktivitásnak a jelentőségét vizsgáltuk, egyelőre nem intervenció keretében, csak a habituális, tehát a mindennapi szokványos fizikai aktivitásnak a jelentőségét, az asszisztált reprodukciós kezelések kimeneti mutatóira, tehát a sikerességére, illetve a lefolyására, mennyire viseli meg mentálisan és szociálisan ezeket a hölgyeket, illetve párokat, hogy Lombik Baby programban kell részt venniük, és nagyon érdekes eredményeket kaptunk, mégpedig azt, hogy amiatt egyébként egy picit rosszalták is a vizsgálatot az elején, mert a mai napig az a tévhit van a köztudatban, hogy aki Lombik Baby programban vesz részt, az egyáltalán nem mozogjon, ágynyugalomra vannak, gyakorlatilag ezt javasolják nekik, és azt gondolom, hogy akit ez megnyugtat, az kövesse is ezt természetesen, viszont most már ennek a tudományos alapját azért sokan megkérdőjelezik. Mi eddig nem mentünk el, mi csak a kezelés megelőző fizikai aktivitást mértük, és itt azt láttuk, hogy sokan már a kezelés megelőzően is megszakítják mindenféle fizikai aktivitásukat, tehát gyakorlatilag annyira inaktívak, mint a beavatkozást követően majd, hogy nem. Tehát óvják magukat úgymond mindenféle fizikai aktivitásról, holott a vizsgálatunk azt bizonyította, hogy a mérsékelt és az intenzív fizikai aktivitás is pozitív eredménnyel van különböző kimeneti mutatóira az asszisztált reprodukciós kezeléseknek, tehát összefüggésben van a magasabb petesejt számmal, a magasabb érett petesejtek számával, a beütetésnek a sikerességével, illetve még tehát azzal is, hogy hány kisbaba született például a mi vizsgálati csoportunkban. Tehát egy nagyon meglepő eredményt kaptunk. Reméltük, hogy ez lesz, de nyilván ugye egy kutató akkor hiteles, ha bizonyítani tudja vizsgálatokkal a feltételezéseit, és most állunk ott,
hogy nekiállhatunk egy intervenció fejlesztésének, mert már ki tudtuk azt mutatni, hogy a kezelés megelőző fizikai aktivitás pozitív lehet, így most már talán azt is felmérhetjük majd, ugye még etikai engedélyezés előtt állunk, hogy egy, és nyilván táncos intervenció lesz, ez nem kérdés, mennyire segíthet ezeknek a hölgyeknek a várva várt eredmény elérésében. És itt azt hiszem, hogy ha van még pár percünk, akkor általán még 10 percünk van. Igen, van. Van még annyi. Akkor... ez nagyon érdekes, amit mondtál, mert hogy a tánc azért, illetve nem is, ha csak nem is a táncra akarjuk rá, vagy besűríteni, illetve szűkíteni a kört, hogy most egy picit így elgondolkodtam azon, amit így mondtál, hogy a terhesség, meg a babavárás, meg a babavállalás esetében, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, és én mondjuk a saját példámból tudok kiindulni, hogy én engem nem lehetett lelőni, mert nyilván természetesen, hogy ez mindenki embere válogatja, én most csak tényleg a szubjektív tapasztalataimat tudom megosztani, de hogy én gyakorlatilag végig mozogtam és táncoltam a terhességemet, tényleg az utolsó hónapba lőttek már le, amikor már csak a tükör elé tudtam berakni a lábam közé a nagyhasamat, de hogy igazából végigmozogtam, és hogy ez nagyon érdekes, mert hogy egyrészt a saját magam oldaláról is azt tapasztaltam, hogy egy borzasztóan zöggenőmentes terhességem volt, ami tényleg nagyon jó volt, és a kisfiamon látom azt, hogy egy olyan ritmus érzéket, egy olyan mozgás kultúrát tudtam neki már a pocakban úgy néz ki adni, ami egész látványos dolgokat tud szülni így a mindennapokba, tehát hogyha most csak abból indulok ki, hogy rezzenéstelen arccal minden félelem nélkül ugrik messziről a karomba, meg mászik át rajtam, és nem lehet lelőni, és hogy ritmusra tapsol a zenére, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen plusz tud adni. Természetesen, hogy vannak azok az élethelyzetek, amik nem teszik lehetővé, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hogyha erre lehetőség van, akkor csodákat lehet tapasztalni vele. Tehát, hogy életem egyik legnagyobb csodája volt, amikor a pici bömbölő újszülöttemet a tréningzenére tudtam csak elaltatni, amit gyakorlatilag nem hallott máskor, mint csak a pocakomban. És tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és nagyon sokat tud adni akár egy ilyen élethelyzetben is. Igen, bocsánat, csak ezt szerettem volna. Én nagyon örülök, hogy egy ilyen személyes tálat is, meg ezt a női vibe-ot meg tudtuk pengetni. Igen, igen. Mi nem voltunk ilyen szerencsések, nálunk sajnos kontraindikációk voltak, tehát nekem a várandóság jelentette a tánc, az aktív táncolásnak a végét, de azért itt megjegyezném, hogy ez annyira nem tragikus, nagyon, egyébként egy nagyon felemelő dolog volt, mert az első kislányom, az utolsó táncos szerepem, a Stabat Materben Máriát táncoltam, és akkor fogant. Tehát azt gondolom, hogy én itt megkaptam a magam csodáját, viszont van erre tudományos vizsgálatunk is, mert hogy szintén a ma este már többször említett Bánkiné Perjés Beatrix most a PhD témáját, vagyis hát a disszertációját abból írja, hogy a várandóság alatt táncos intervenciót alkalmazott, és az újszülötteknek a terhesség, vagy hát a várandóság lefolyása a szülés körülményeit vizsgálja, illetve az újszülötteknek a neurológiai fejlődését, hogy mennyiben segítette hozzá mondjuk őket ez a táncos terápia ahhoz, hogy utána egy jó neurológiai alapot kapjanak, és a fejlődésük is zökkenőmentes legyen. De az eredményekről majd neki kell beszámolnia egy következő alkalommal szerintem, mert azokat én még részleteibe menően nem ismerem. Csak akkor legyen több időnk rá, legyen 2 óra. Igen. Igen, én egyszer megkérdezném, hogy van-e esetleg kérdése a hallgatóságunknak? Még várok egy kicsit, hogyha esetleg igen, akkor jelezzék bátran, mi el tudjuk tölteni a hátralevődőt, sőt, még ez lassan kevés is lesz.
Igen, ezzel a táncos témával. Hát remélem sikerült kedvet csinálnunk, mind a kar, mind az egyetemünkhöz, mind a karunkhoz, a karunk képzéseihez, az előre meneteli lehetőségekhez, tehát hogy láttuk, hogy mind BSC, mind MSC, mind PhD szinten van relevanciája, létjogosultsága a táncnak, mindenki megtalálja maga érdeklődését, remélem, hogy ezt sikerült elmondanunk, hogy sikerült átadnunk a mi motivációnkat és szeretetünket ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy-egy záró mondatra van talán lehetőségünk, ugye? Mert ha jól sejtem, akkor az időnk az lejár. 4 percünk van, igen. Nem tudom, hogy a képeket esetleg végigpörgetni? Igen, pörgessük végig. Pörgessük, ha már, egy-egy mondata, ha már mi nosztalgiázhattunk velük. Hát tudjuk egy-egy mondattal kommentálni. Igen, képeit még nem láttuk, úgyhogy azt mindenképpen ne hagyjuk ki. Ugye táncoló egyetemről beszéltünk, a táncegyetesről is. Itt hát a mi szerelmünk, a Fontify táncegyüttes. Igazából ezeket a képeket én csak azért szedtem össze, és melengedték újra a szívemet, mert hogy a táncnak nyilvánvalóan arról az oldaláról is kell beszélni, hogy irdatlan nagy közösségformáló szerepe van, és tényleg a mentális oldalát, ha nézzük, akkor egy egész gyerekkort, de ha nem is csak a gyerekkort nézzük, hanem tényleg egy olyan plusz tud adni, megtanulni közösségben, mint ahogy Luca is mondta, hogy akár egy kudarcot, akár olyan élethelyzeteket színpadon vagy azon kívül megélni, mindenféleképpen nagyon sokat jelent. Volt összefonódásunk a PTE tánc együttel is, azt hiszem, hogy ez valami flashmob volt, azt hiszem. Igen, talán. És hát ugye színpadi képeket gyűjtöttem, ez kicsit így számomra személyes össze. Igazából ezeket a képeket én azért válogattam így össze, mert hogy azért most már nem ismerem kimondani, és talán nem is tudom pontosan megmondani, de 20 évre visszamenőleg az ember borzasztó sok koreográfiát táncol el, de azért mindig marad egy-egy, ami olyan igazán a lelkébe marad az embernek. Én ezekből szedtem össze egy-két olyan válogatást, ami számomra nagyon kedves volt, és nagyon mély érzelmeket indított meg. Ezeket most csak tényleg, mert hogy nagyon kevés időnk van, nem tudom elmesélni, de nagyon szívesen tudnék reggelig is mesélni róluk. Meg nagyon sok olyan projektbe volt lehetőségünk részt venni táncosként, ami olyan plusz kihívásokat adott, mint hogy, ahogy a képen is mutatja, egy wedding expón, habos-babos, menyasszonyi ruhában táncolni, nem kis kihívás volt, de mégis nagyon sokat jelent. És hát amiről beszéltem, hogy amikor a tudás tovább adódik, erről hoztam még egy pár képet mutatóba, amikor tényleg az ember már arra lépcsőfokra lép rá, hogy a színpadot úgymond maga mögött hagyja, picit, és a tudását, illetve önmagát a tanítványaiba látja viszont. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek is ugyanaz a gyönyörű oldala mutatkozik meg, amit amikor az ember aktív táncosként megélt. Úgyhogy itt pedig a Lucának adnám át a szót, mert itt most már te következel, Luca. Igen, köszönöm. Annyira kell, hogy ki volt kapcsolva a kamerám, mert végig mosolygom ezt az egy órát. Próbálok én is most már tényleg csak nagyon-nagyon röviden a képeket átpörgetve beszélni. Itt nekem is az alapképzés első szakdolgozatomnak a kutatási oldala látszódik, ahol hirtelen szereztem 20 nagymamát magamnak, és csodálatos 15 hetet töltöttünk el együtt, úgyhogy ez egy hatalmas maradandó élmény volt, hogy milyen volt velük együtt tornázva, táncolva tornázni, és tök jó eredményeink is jöttek ki, úgyhogy ez egy nagyon jó emlék és élmény volt.
hogyha tovább megyünk, akkor szerintem, igen, itt kezdődik egy nagyon rövid áttekintés, hogy milyen táncokról is van szó, amikor én azt mondom, hogy én mondjuk versenytáncolok. Vannak a latin-amerikai táncok, nem fogom részletezni egyiket sem, ezt jelenleg már sajnos nem űzöm. Ez mondjuk az a kompromisszum volt, amit meg kellett kötnünk, hogy a táncot bár folytatni szeretnénk, de valamiből engedni kellett, úgyhogy ez az oldala volt. A következő képeken pedig, amit most űzünk, standard táncokról látható pár fotó, hát igen, ez is egy szerelmünk, azt hiszem, és a táncos páromat, Póli Gergelyt is itt akkor bemutatom a képeken. Szerencsére nagyon jól kijövünk egymással, úgyhogy tényleg egy társal lehetem így benne is ilyen szempontból. Aztán a következő képeken, hát itt van egy-kettő kevésbé örömteli pillanat, bár ezek is egy részről örömteliek, az edzések, edzőtáborok. Hát ezek arra vannak, hogy fejlődjünk, és minél jobbak tudjunk lenni, fizikálisan és mentálisan, meg aztán abszolút. Aztán itt egy-két előkészület, ahol látszik, hogy igazából hogy is áll össze ez, hogy mi egy csapat vagyunk, ahogy a lányok is minkelik egymást vagy magukat, a fiúk egymásnak segítenek belőni a sérókat, ami látszik, hogy van, hogy a fiúk segítenek a lányoknak, vagy a lányok a fiúknak, szóval tényleg így dolgozunk mi egy csapatban egy-egy verseny előtt. És akkor a következő részben itt formációs versenyekről vannak képeink, ez azért is egy különösen nehéz műfaj, mert itt összesen 8 páros van, 16 ember mozog egyszerre, és itt nagyon fontosak az irányok, a vonalak, hogy meglegyenek. Ugyanúgy kell kinéznünk, mint ahogy látszik, hogy feketére van festve az egyébként szőke hajam, szóval, hogy nagyon-nagyon apró, pici dolgokon múlik, és itt aztán nagyon oda kell figyelnünk egymásra, és hogyha egy ember hibázik, akkor ott mindenkinek igazából lehet egy kudarc akár, de itt kell egymást úgy támogatnunk, hogy ne egy ember hibájának tűnjön, hanem akkor az egész csapat együtt élje meg ezt a helyzetet. És akkor, ha menjünk tovább, akkor itt igen, amiről beszéltem, hogy a csapat, hát igazából nem is feltétlenül csapat, hanem családnak lehet nevezni, mert együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt vagyunk, nagyon sok időt töltünk együtt, de bármikor tudunk számítani egymásra, és nem csak a tánc területén, hanem igazából az egész életben. És akkor az utolsó képem, azt hiszem, hát ez mondjuk talán a megkoronázása volt az eddigi táncos karriernek. Voltak egyéni eredményeink is, országos bajnokság első helyezések, és akkor itt a formációs világbajnokság hozta meg igazából az íre a pontot, amit jelenleg már megint csak nem űzünk, mert az már tényleg egy hatalmas elköteleződés volt, amit már azt gondolom, hogy munka mellett, tanulmányok mellett nem tudtunk így ilyen szinten csapatként folytatni, és akkor együtt tettük le ezt a lantot. Volt egyszer egy világbajnoki 13. helyezésünk, aztán egy 7., és akkor végül a 6. helyjel zártuk a döntős helyünkkel, zártuk ezt a világbajnoki formációs létet. Hát itt sem kell kihangsúlyoznom, hogy milyen nehézségekkel, de micsoda örömökkel tudott ez járni nekünk, úgyhogy hát a csodálatos csapatot mutatnám be ezen a képen, az edzőnket középen, Dudley Katalint, úgyhogy hát az egészséggel kapcsolatban is, az egészség és a tánc összefüggéseivel kapcsolatban igazából nem tudok ennél több új dolgot elmondani, mert ezt igazából lehet, hogy az embernek meg kell tapasztalni, hogy annyira be tudjon vésődni nála ez a táncos lét, hogy lehet, hogy szóban nehéz is átadni. Hogyha az ember már elkezdi látni és érezni, akkor az már megint egy másik oldala, de az zárszót nem én szeretném mondani, úgyhogy lányok, átadom nektek a terepet. Én gondoltam egy pár szót, mert most abból utca, amit elmeséltél, nekem szerintem lenne egy záró gondolatom, és azt hiszem, hogy ti ezt már mostanában többször hallhattátok, ugye nem titok, hogy új dékánya van a karunknak, és az ő egyik mottója, hogy kell egy csapat. Én remélem, hogy megmutattuk azt, hogy a táncban is ez nagyon fontos, illetve remélem, hogy azt is megmutathattuk, hogy bátran csatlakozhatnak ehhez az ETK csapathoz is a jelentkezők. Itt mi nyitott karokkal és sok szeretettel várjuk őket, és hát reméljük, hogy majd találkozunk velük személyesen. Én csak annyit fűznék hozzá, hogy táncoljon mindenki, akinek lehetősége nyílik rá, mert táncolni jó. És én is szeretném ezzel megköszönni a hallgatóságnak a hallgatást. És nektek, lányok, hogy ezt a csodás egy órát együtt tölthettük veletek, vagy tölthettem veletek.
Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki egy kicsit is belehallgatott ebbe. Remélem, hogy sokakat esetleg így sokaknak felkeltette az érdeklődését, és mindkét Viki részéről nagyon jó záró gondolatok voltak, úgyhogy valaki kérlek ezután is szólaljon meg, de én is nagyon örülök, hogy veletek töltettem ezt a nagyon kevésnek bizonyuló egy igen. órát, úgyhogy remélem, ha legközelebb találkozunk, akkor ennél jóval több idő áll majd rendelkezésünkre. Majd 2 órát. Igen, szóval köszönöm, hogy adózhattunk a közös szenvedélyünknek, és remélem, hogy mindenkinek kedvet csináltunk a tánchoz, már csak az egészségük szempontjából is. Én ezzel szeretnék búcsúzni, akkor viszontlátásra mindenkinek. Viszontlátásra.